Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a hagyományos rendezvényünkön. Már talán össze se tudnám számolni, hogy hány alkalommal találkoztunk itt a Kossuth szobornál. Újváros önkormányzati képviselője Győr alpolgármestere köszöntötte az adventezőket. Dr. Fekete Dávid beszédében úgy fogalmazott, most Győr és az újvárosiak is Jézus Krisztus megszületésére várnak, amit méltó módon feldíszített környezetben tehetnek meg. Adventi időszak van, Győr városa csodálatos programokat kínál ebben az időszakban, kulturális programokat, és természetesen a belváros is nagyon szép ünnepi fényekben ragyog. Azt hiszem, hogy biztos sokan vannak már itt, akik besétáltak a napokban és megnézték a belvárosnak az ünnepi fényeit. De mindig törekszünk arra, hogy más városrészekben is ezek az ünnepi fények megjelenjenek, hiszen itt a Kossuth utcán is az újvárosi városrész hivatalos karácsonyfájánál vagyunk, amely szintén azt a fényt mutatja, ami szimbolikus, az a fény, amit majd aztán Jézus Krisztus születése hoz el a mi életünkbe néhány hét múlva, most már nem egészen 2 hét múlva. Az alpolgármester külön megköszönte a városrészben élők támogatását az októberi önkormányzati választásokon, de mint fogalmazott, január 26-án újabb feladat vár mindenkire, hiszen olyan városvezetőt kell választani, aki garancia Győr további fejlődésére. Azt tudom ígérni mindenkinek, hogy természetesen azzal az alázattal és azzal a szorgalommal fogunk dolgozni a következő időszakban is, ami jellemző volt ránk már az elmúlt jó pár évben, az elmúlt 9 évben, amióta itt ezeket a városrészeket képviseljük. Nekünk van most egy fontos feladatunk a következő időszakban, hiszen január 26-án új polgármestert választunk Győr élére. Bízunk benne, hogy a mi munkánknak a következtében is egy olyan polgármestere lehet Győrnek, aki valóban egy köztiszteletben álló személy, és aki valóban képes arra, hogy újraegyesítse ezt a várost. Ez a mi dolgunk, az önök dolga pedig az természetesen, hogy hangolódjanak az adventre, hangolódjanak a karácsonyi időszakra, és abban bízunk, hogy önökkel együtt dolgozhatunk majd a következő esztendőben is. Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő is köszöntötte a résztvevőket, aki szerint a győriek méltó környezetben hangolódhatnak a közelgő karácsonyra. Van, azt hiszem, az évnek ez a szakasz, amikor így rádöbben az ember, hogy igen, eltelt ismét egy év, nincs még egy ilyen pontja az évnek, amely ennyi emlékezhet bennünket, és ilyen élesen írja fel a figyelmet az adott esztendőnek a történéseire. Most valóban egy gyönyörű időszakot élünk, amely mindannyiunk számára azban a legfontosabb. Hiszen az egész év az arról szól, hogy őrült nyomás van rajtunk, akár dolgozunk, akár már nyugdíjasok vagyunk, akár gyermekeken az iskolában. Nagyon sok feladatnak megfelelni, nagyon sok dolog van, ami az életünket szorítja. És azt hiszem, a karácsony az egyetlen olyan alkalom, amikor ebbe egy picit hogy az ember békét lehet, amikor megpihet, amikor feltöltődhet. Szállást keres a szent család, de semmi sincs ki helyetem, nincsen, aki befogadja. Az adventezőket az Újvárosi Művelődési Ház kórusa is szórakoztatta, majd a Karzatszínház meglepetés muzsikája zárta az ünnepséget a Kossuth szobornál.